Kiappa CVR9 Black Rhino. Tehát ez a fegyver, ez már volt a kezünkön egy pár évvel ezelőtt híván, ez a Kiappa CBR9, vagy Black Rhino, ami tulajdonképpen emlékeztet egy HKMP-7-re, de nem az, hiszen ez egy 9 mm Luger lőszer tüzelő, pisztoly kaliberű valami, ami jelen pillanatban Magyarországon A7 kategória lett, tehát teljesen be van tiltva, de mi még lőhettünk vele. Tesz során 8 g-os teljes köpenyes lőszert fogunk használni. Ugye a tár az, ez az átlátszó, kétsoros, de csak egy oldalon dadogat. A fegyver az szabad tömegzáros. A kakasa az felülről lefelé. Van egy manuális biztosító rajta, ami ugye csak megfeszített kakasnál lehet kibe kapcsolni. És ez ugye sajnos, ha megnézzük, nem nagyon érhető el a lövőkész hüvelykújjával, ennyire hátra kell nyúlni, így, és ez is ugye annak a következménye, hogy ez egy fejjel lefele fordított fegyver tulajdonképpen, de nagyon innovatív, nagyon érdekes és nagyon jó minőségből van elkészítve. Az átlátszó testű CBR9 tár, műanyag, nincs acélerősítés, kétsoros és egy oldali adogatás, de annyira egy oldali, hogy ez nem középen van az az oldal, mint látható. A tárkioldó az hagyományos nyomógombos és átszerelhető balkezessel. Nyolc méterről baromi gyorsan lőve két tár, duplákkal, triplákkal, gyakorlatilag nincs átrúgás a CBR9-nek, nagyon jó pofa játék. Fegyverem van még egy glokkos billentyű biztosító is, a sütése kifejezetten kellemes, utolsó lövésnél hátul akad az árja, és itt elő van két oldal az árakasztó. Igen, a célzott ponthoz képest biztosan a felahord. És ugye ez nem a mechanikus pontossága, hanem körülbelül ennyit lehet ezzel az irányzékkal. Ugye csak az annyi a tetején, tehát egy nagyon rövid irányzó vonalon van. Úgyhogy ez, hát ugye ez egy PDV és alapvetően Red Dot-tal sportcélra. És ami még izgalmas rajta, hogy kihajtható melső markolat van, és van egy kihúzható váltámasz, emiatt sajnos ez egy várból való tüzeléshez tervezett fegyver, ezért kerül az A7 kategóriába. Úgy lehetne megmenteni, hogy egy hosszú csövet beszerelni, és akkor a 60 centi fölé kerülne. A tárkioldó az hagyományos nyomógombos és átszerelhető balkezessel. Azért pisztolynak nagy egy pisztoly.
nincs hátrugása nagy, viszont az egész tömeg billen egy kicsit. Tehát ezzel így pisztolyként gyorsan nem lehet lőni. Ugye a bekarikázottak volt az előző válból széria, ez pedig a, ami nincs bekarikázva, mutatom, azok szabadkézből voltak ugye ezzel a hát iszonyú nehéz pisztollyal, és ehhez képest szerintem az egy kiváló szórás. És ami még izgalmas rajta, hogy kihajtható melső markolat van, és van egy kihúzható váltámasz. Emiatt sajnos ez egy válból való tüzeléshez tervezett fegyver, ezért kerül az A7 kategóriába. Úgy lehetne megmenteni, hogy egy hosszú csövet beszerelni, és akkor a 60 centi fölé kerülne.